18 óra keresés után megtalálták az eltűnt fiút. A magyar-afrikai kapcsolatokról tanácskoztak. Kitüntették a tehetséges diákokat. Jó estét kívánok, ez az aktuális május 27-én. Jönnek a részletek. Eltűnt tegnap este kirándulás közben a Mátrában egy 27 éves autista fiú. A közel 70 fős mentőcsapat keresőkutyákkal fésült át az erdőt. A fiút végül 18 órával az eltűnése után Gyöngyös-Solymoson épségben találták meg. Rendőrök, polgárőrök, kutyás mentősök és a kékes kutatómentő csapat tagjai keresték közel 20 órán át azt a fiút, aki tegnap este tűnt el kirándulás közben a Mátrában. A mentést jelentősen nehezítette az időjárás, a szakembereknek azonban más nehézséggel is szembe kellett nézniük. Nem válaszol, tehát egyfolytában hallgat, tehát a felszólításra se szól, illetve agresszív típusú a srác, eléggé nagy darab, 27 éves fiúról van szó, tehát ha megijed, akkor sajnos agresszívé tud válni. Iben Gyula fiával és másik két autista fiúval rendszeresen kirándul a Mátra ezen szakaszán. Másik kettő az nagyon bizonytalan, és csak egy megadott pontig lehet velük menni, mert a megszokások rabjai. És itt ezen az úton van egy kereszteződés, egy turistaút, mindig odáig mentünk, és az én fiam az egy nagyon sportos, gyorsmozgású gyerek, kicsit mindig előre szaladgált és megvárt. Tegnap Domonkos valamiért úgy döntött, hogy tovább megy. Mire a kis csapat megérkezett a szokott helyre, már nem találták sehol. Nagyon jó a tájékozási képesség. Pici korában is ide jártak kirándulni, ismeri a terepet egész biztos, és egy autista nem felejti el a információkat, tehát nagyon megbízhatóan tud tájékozódni. A Kékes Kutató Mentő Alapítvány nemrég kötött együttműködési megállapodást kutyás mentőkkel. Ezúttal kifejezetten komoly szerep jutott a kereső kutyáknak, ugyanis a mentőcsapat tagjai tisztában voltak vele, hogy a fiú nem fog reagálni, ha meghallja a nevét. Az első biztató hírek 18 órával az eltűnés után érkeztek meg. A szülők információja szerint a vizes ruhát mindig leveszi magáról, tehát ez a mesztelenség ez utalhat ő rá. A fiú Gyöngyös-Solymoson állampolgári bejelentés alapján találták meg. Bár látható sérüléseket nem szenvedett, a fiút mentővel kivizsgálásra szállították. A magyar-afrikai kapcsolatok és üzleti lehetőségek iránt érdeklődő vállalkozások képviselőit várta a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gyöngyösön és Egerben az Afrika Üzleti Fórumra. A rendezvényen felszólalt az Afrikáért Alapítvány képviselője, és jelen volt olyan vállalkozó is, aki üzletét már Afrikába is kiterjesztette. A résztvevők a fórumon tanácsot kaphattak a külföldi üzletkötés íratlan szabályairól és lehetőségeiről. Gyakorlatilag újonnan kell újoncként indulni egy ismeretlen terepre. Hogyan köthetünk üzletet a távoli Afrikában? Miért érdemes előtte megismerni az afrikai kultúrát? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ azok a helyi vállalkozók, akik részt vettek a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara Afrika Üzleti Fórum elnevezésű rendezvényén. Az előadáson elhangzott, a magyar üzlet az afrikaiak számára egyet jelent a kiváló minőséggel, ezért érdemes terjeszkedni a városi vállalkozásoknak is. Tulajdonképpen az afrikai piacot szeretnénk közelíteni egy kicsit a magyar vállalkozásokhoz, és igazából a KKV-kat vártuk, de minden érdeklődőt szeretettel látunk, várunk, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes dolog hangzott el ma az afrikai kultúráról, az afrikai emberekről, az afrikai vállalkozók szokásairól, amiket nem is gondoltunk volna. A Gyöngyösön tartott eseményen előadást tartott többek között az Afrikáért Alapítvány vezetője, aki az afrikai kapcsolatok kiépítéséről és iratlan üzletkötési szabályokról beszélt a résztvevőknek. Azt mondta, ha üzletkötésre adnánk a fejünket Afrikában, érdemes előtte barátságokat kötni és kapcsolatot ápolni az illetékesekkel, mert ismeretlen emberekkel ritkán tárgyalnak a kinti vállalkozók. Keresik újabb piac lehetőséget, mondjuk mint a törökök, és a magyarokat is nagyon kedvelik, mert egyszerűen a magyar ember, amikor üzletember, amikor kimegy Kongóba, vagy bármilyen Kenyába, abszolút nem érezhető azt a felsőbbrendű érzet.
A megyei iparkamara szerint a fórum lehetőséget ad arra, hogy a gyöngyösi üzletemberek is megtudják, hogy megéri üzletet kötni és vállalkozást indítani Afrikában. Aki a mai fórumon részt vesz, vagy esetleg érdeklődik később a kamaránál, megnyugtatjuk, hogy nem olyan távoli, valójában elérhető dolgok vannak Afrikában is, és nagyon befogadóak az ottani emberek, az ottani vállalkozások, és azt gondolom, hogy van a magyar piacnak is ott létjogosultsága. Afrikai vállalkozókkal a későbbiekben is találkozhatnak a magyar üzletemberek, hiszen hamarosan egy innovációs expó keretében több mint 30 külföldi képviselő érkezik Magyarországra. Emberrablásokról és szervkereskedőkről szóló figyelmeztetésekkel van tele az internet és a közösségi oldalak április óta. Heves megyében is elterjedt az a hír, miszerint lesötétített fekete terepjáróval járnak ismeretlenek, akik kisgyermekekre lehetnek veszélyesek. Sokan ijednek meg ezektől a hírektől, pedig szinte soha nincs valóság alapjuk. A rendőrség ez esetben is száfolta azokat. Fekete autó, eltűnt gyerekek, szervkereskedő. Ezzel van tele az internet hetek óta, és sok szülő rémülten meg is osztja ezeket, a legtöbb esetben álhíreket. Tovább gerjesztve ezzel az indulatokat, pedig sosem árt utána járni, igazak lehetnek-e azok. Az utóbbi időben már Heves megyéből is lehetett olvasni olyan esetekről, hogy megpróbáltak gyerekeket rabolni játszóterekről, iskolák mellől. Fehér Ágnes napi szinten használja a közösségi oldalakat, így maga is találkozott ezekkel a figyelmeztetésekkel. Ő azonban inkább utána jár a dolgoknak, mielőtt bármit is elhinne. Nekem is van egy kisfiam, 6 hónapos, hát szerintem mindenkiben benne van a félsz, természetesen, mert ezt végül is, ha megtörténik, akkor szörnyű, de azért hiszem, hogy egy kicsit nagyobb feneke van ennek az egésznek, mint ahogy. Tehát állandó posztolásokat látok Facebookon is, de mégis a hírekben, illetve a rendőrség honlapján nem látom ezeket, hogy tényleg eltűnti. A rémhíreket hallva egyre többen fordultak a rendőrséghez. Országos, de megyei szinten is megerősítették, a híresztelések minden alapot nélkülöznek, és a fentiekhez hasonló bejelentés nem érkezett hozzájuk. Az elmúlt néhány hétben közösségi oldalakon, különböző blogokon jelentek meg arra utaló bejegyzések, hogy leginkább a délhevesi térségben sötét autók jelentek meg, és több emberrablás történt rá, tehát hogy szervkereskedő. Ilyen jellegű bejelentés, illetve információ nem jutott a rendőrség birtokába, határozottan tudom záfolni, hogy ilyen jellegű események történtek volna akár az egész megye területén is. A rendőrség azt kéri az internetet használóktól, hogy mielőtt leírnak és közzétesznek valamit, győződjenek meg annak valóságtartalmáról. Természetesen minden bejelentést megvizsgál a rendőrség. Nagyon fontosnak tartjuk azonban felhívni a lakosság figyelmét, hogy az ilyen jellegű oldalakon szervezett információkat kezeljék kellő fenntartással is, azoknak a valóság alapját minden esetben vizsgálják meg. A rendőrség emlékeztet rá, a közösségi oldalakon visszatérően és gyakorlatilag évente bukkannak fel hasonló híresztelések, annak ellenére, hogy a rémhíresztelések bűncselekménynek minősülnek. Az Európai Rákellenes Hét keretében rendezett sportnapot a Magyar Rákellenes Liga gyöngyösi szervezete Sástón. A szervezet tagjai a megelőzésre és a mozgás fontosságára szerették volna felhívni a figyelmet. Míg a kisvonatot is rózsaszínbe öltöztették, amivel Mátrafüredre utaztak a Magyar Rákellenes Liga gyöngyösi szervezetének tagjai és aktivistái, ezzel is szerették volna felhívni a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre. Mátrafüredről Sástóra túrázva mentek a szervezet tagjai, hogy az egészséges életmódra ösztönözzék a velük együtt kiránduló Petőfi Bányai általános iskola diákjait is. A sástói kempingben Hisz György polgármester köszöntötte a sportnap résztvevőit, aki szintén a megelőzésre hívta fel a figyelmet. Annyiféle megelőző szűrővizsgálat működik országba, városba, és az igénybevétel pedig katasztrofálisan alacsony. Ha főleg, ugye, ami a legkritikusabb itt a hölgyeknél, különböző emlő, mély, egyéb daganatoknál, hát 20% alatti a ingyenes rész szolgáltatás igénybevétele. A Rákellenes Liga Heves megyei szervezetei nagyon aktívak országos viszonylatban, hangzott el a köszöntőben. A gyöngyösi szervezet 2012-ben alakult, 72 tagot számlál jelenleg. A rendezvényen a szűrések fontosságát hangsúlyozta a budapesti szervezet vezetője. Ezekkel a szűrővizsgálatokkal
azt nem állíthatjuk, hogy a rákot meg lehet előzni, hiszen a szűrővizsgálatok nem ezt a célt szolgálják. De azt mindenképpen, hogy nagyon-nagyon korai időben felismerhető lesz a rák, és sokkal nagyobb eséllyel mondjuk egy mellráknál, egy nagyon időben észrevett mellrák közel 100%-os biztonsággal gyógyítható. A Gyöngyösi Szervezet nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a fiatalokat megtanítsák az önvizsgálatra, a szűrések fontosságára, a betegség megelőzésére. Iskola nagyon odafigyel erre a betegségre, és nagyon fontosnak tartja, mert oda kell erre figyelni, mert ebben sok ember vesztette már el az életét. Meg fontos, hogy évente elmegyünk minimum egyszer egy szűrésre, hogy időben észrevegyük, hogy valami gond van. A közösségi erőt erősítve együtt tornáztak a sportnap résztvevői, ugyanis a mozgásnak is jelentős szerepe van a megelőzésben, majd közösen fogyasztották el a támogatók által biztosított ebédet is. 16. alkalommal több száz gyerek részvételével szervezte meg gálaestjét az Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola. Ahogyan a korábbi években, idén is kiosztották az Egressy díjakat. Több mint két hetet készültek a gyerekek az Egressy gálára, amelyet minden évben megrendez az intézmény diákjai és szüleik számára. Az eseményen változatos produkciókkal mutatkoztak be az iskola tanulói, az idegen nyelv ismeret, a környezet tudatosság és a muzikalitás jegyében. Több mint 15 éve rendezik ezt a gálát. A legjobb diákjainknak a jutalmazása, a szülők megtisztelése, meghívott vendégeink megtisztelése egy olyan programmal, amit a gyerekek állítanak össze. Javarészt inkább a táncos, énekes, de van benne kicsit komolyabb rész is. Ahogyan minden évben, most is keringővel nyitották meg az ünnepséget a 8. osztályos tanulók. A gála fénypontja azonban idén is az Egressy díj átadása volt. Az elismerést minden évben egy 4. és 2. 8. tanuló kapja meg, akik tanulmányi eredményükkel, magatartásukkal, közösségi munkájukkal és versenyeredményeikkel kiemelkednek társaik közül. A végzős Mihók Rebeka Luca a gála kezdetén még nem tudta, hogy ő is díjazott lesz ezen az estén. Egyszer már 4. megkaptam, és remélem azt, hogy idén is sikerült, mert igyekeztem tartani azt a szintet, amit addig is tartottam. Nagyon nagy megtiszteltetés lenne. A lány mellett elismerést kapott a szintén 8. Kabács Bence Zoltán és a 4. Árvai Hanna Dóra is. Ez az ünnepség egyben azért is volt különleges, mert a műsor kezdete előtt kiderült, az Erasmus program keretében az intézmény 6 tanára mehet majd egy intenzív nyelvi továbbképzésre Angliába. Az elnyert pályázati összeg több mint 5 millió forint, tette hozzá Lipkovics Gábor igazgató. A kihívás napjáról nem hiányozhatott a gyöngyösi Kálváriaparti Sport és Általános Iskola sem. Az intézmény vezetője elmondta, fontos, hogy az iskola minden sporttal kapcsolatos eseményen aktívan jelen legyen, és lehetőleg jó hírnevét vigye az itt tanuló diákoknak és tanároknak egyaránt. Úgy gondolom, hogy ezzel is a gyerekeket még jobban ösztönözzük, még jobban motiváljuk azért, hogy érdemes sportolniuk, és nem csak testnevelő során, hanem ilyen kötetlen formában is részt vehetnek játékos foglalkozásokon, mint ami az a mai nap is. És nagy örömünkre szolgál, hogy Heves megyéből összesen két iskola nevezett be a kihívás napja programsorozatba, és remélhetőleg a nyertesek között leszünk, hiszen ennek tétje is van. A sportnap kapcsán a testnevelők igyekeztek minél színesebb feladatokat kitalálni, többek közt a helyi NB1-es kézilabda csapattal is aktívan bevonták a mozgásba. A kihívás napja arról szól, hogy 15 perces versenyszámokat, állomásokat kell produkálni. Mi úgy terveztük ezt a napunkat, hogy készítettünk egy akadálypályát az osztályoknak, ahol végigmentek, és ezt teljesítették. Ezután a Gyöngyösi Kézilabda Klub látogatott el hozzánk, ezt most már mondhatjuk lassan hagyomány, mert tavaly is itt voltak nálunk, egy bemutató edzést tartanak, birkózók jönnek hozzánk, 12 darab birkózó ismerteti meg a sportágat a gyerekekkel. Ezután tanárdiák mérkőzés lesz, ahol mi magunk, tanárok részt veszünk a gyerekek ellen kézilabdában, kosárlabdában és labdarúgásban. 3x15 percet próbálunk teljesíteni, tehát itt mi is aktív részesei vagyunk ennek a programnak. Ezután pedig 12 állomást terveztünk a gyerekeknek, ahol
pingpongozhatnak, tollaslabdázhatnak, labdarúgás lesz, különböző akadálypályák lesznek, ügyességi versenyek lesznek. És a felsorolásnak még korán sem volt vége, aminek legjobban a gyerekek örülhettek. A cél lehetőleg kihasználni minden adottságot és ötletet ahhoz, hogy ezen a napon a sportokozatos és a többi osztály diákjai egyaránt legalább 15 percig aktívan mozogjanak. Ez sikerült is, az iskolában ezen a napon közel 400 gyerek sportol, rövidebb-hosszabb ideig. Jelentősen nőtt az üzletek bevétele csütörtökön és pénteken a vasárnapi boltzár miatt. A vasárnap is nyitva tartó kis családi üzletek pedig sokat nyertek az intézkedésen. Miközben ezekben az üzletekben korábban ezen a két napon átlagosan 20-25 milliárd forintot költöttek el a vevők, addig a március közepén életbe lépett vasárnapi zárvatartás nyomán a forgalom 30 milliárd forint körüli szintre emelkedett. Bruttó 6 forinttal emeli a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL. Az emeléssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 382 forintra, a gázolai 383 forintra emelkedik. A MOL legutóbb május 13-án változtatott az árakon, akkor a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát bruttó 2 forinttal csökkentette, a gázolaj ára akkor nem változott. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. Délután 5 órakor a Magyar Telekom 417, a MOL 14.925, az OTP 5.584, a Richter pedig 4.590 forintba került. Egy órával a zárás előtt a hivatalos tőzsdeindex, a BUX 22.288 ponton állt. Jönnek a legfontosabbak még egyszer, röviden. Tizennyolc óra keresés után találták meg a Mátrában eltűnt fiút. A magyar-afrikai kapcsolatokról tanácskoztak. Egresi Gála kitüntették a tehetséges diákokat. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális szerdán, találkozunk holnap is a szokott időpontban, addig olvassák el híreinket az interneten www.gyöngyöstv.hu. Minden jót, a viszontlátásra!